Köszöntöm az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésünkön megjelenteket. Köszöntöm az ENCSI járási hivatal vezetőjét, a képviselőtestület tagjait, az egyházak képviselőit, intézményeink vezetőit, városunk polgárait. Bartis Ferenc, utószó. Széttépve és összetörten, győzelmektől meggyötörve, már magzatként bajban ölten, vándorbölcső temetőkben, és mégis élünk. Dobra vernek minden vágyat, árverezés a vasárnap, nászunkra is gyászhír támad. Üresek a gyermekágyak, és mégis élünk. Elvadult a dűlők lelke, kórot terem, tarló, mesdje. Pusztul a föld egyre-egyre, hull a szikla tenyerünkbe. És mégis élünk. Fogaskerék futószalag, egyik elmegy, másik marad. Bölcsünk, sírunk, porrá szakad, zokognak a kövek, szavak. És mégis élünk. Hogyha sírunk, kiröhögnek, hogyha kérünk, fel is kötnek, hogyha küzdünk, odalöknek, történelmi kárörömnek. És mégis élünk. Magyar, szabad világ értse, anyanyelvünk létünk vére, anyánk szíve tetemére átok zúdult, vége. Vége. És mégis élünk. Kérem, énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából felkérem Major Éva önkormányzati képviselőasszonyt, a pénzügyi bizottság elnökét ünnepi beszédének megtartására.
Encsváros önkormányzata nevében köszöntöm az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen megjelenteket. 65 éve annak, hogy Magyarországtól volt hangos a világsajtó, hogy tisztelettel és csodálattal említették nemzetünket nem csak Európában, hanem a Föld számos országában. És bár az elmúlt század bővelkedett eseményekben, jobban és rosszakban, de a mi forradalmunk és szabadságharcunk, Szakály Sándort idézve, a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt, amelyben a II. Világháború után alig 10 esztendővel a nép nemzetté vált, mert úgy érezte, hogy az a rendszer, amit az idegen hatalom rákényszerített, elfogadhatatlan. Az ünnep azon események közé tartozik, amelynek a megítélése többször változott. Szüleim még úgy tanulták, hogy 1956. október 23-án ellenforradalom zajlott Magyarországon, amikor is a csőcselék a nyugati imperialista hatalmak segítségével, támogatásával meg akarta dönteni a magyar nép szabad akaratából választott kormányt, éket verve a megingathatatlan szovjet-magyar barátság közé. Nem beszéltek róla sokkal többet, tananyagban sem jutottak el idáig. Aki pedig más mert mondani, azt alaposan jobb belátásra bírták. Én már úgy tanultam, hogy 1956-ban a fiatalság kezdeményezésére, de az egész magyar társadalom csatlakozásával új, igazságosabb Magyarországot akartak az emberek szabadon, büszkén, felemelt fővel. Bibó István történész így emlékezik. A harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, és megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, melyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. A híradások, a szónoklatok 56 hőseiről szólnak. De kik azok a hősök, akikről beszélünk? Hogyan váltak azzá? A történetek, a visszaemlékezések hétköznapi embereket említettek. Épp munkába mentek, vagy már indultak haza az iskolából azon a bizonyos keddi napon. Egy budapesti diáklány így emlékezik. 15 évesen nem sokat foglalkoztam a politikával, napi eseményekkel. Nem értettem, s elővigyázatra intett a kisiskolás koromtól otthon megtanult, vigyázz, ne mondj sehol, senkinek semmit, mert édesapádat elvihetik szülői intés. De itt most valami hatalmas és más dolog történik. Azt érzem, hogy én is részévé válok ennek az eseménynek. A hídról lekanyarodó tömeg egyszerűen felkapott és vitt, sodort magával az országház felé. Mentem velük, megmegállva, ahogy az egyre növekvő emberáradat hol megtorpant, hol megindult a parlament felé. Nem volt teljesen előkészületlen a forradalom. Már előző nap Szegeden az egyetemisták a lengyel események hatására döntöttek arról, hogy Magyarország is megérett a fordulatra. Terveztek, követeléseket fogalmaztak meg, Budapestre hívták össze társaikat. Az emberek nagy részét ez a fellelkesült tömeg, a felszabadult hangulat, a tenni akarás, a változás iránti igény ragadta magával. Minden visszaemlékezés, a közösség, az emberek együttes erejéről szól, a lelkesedésről, az érzésről, hogy most már elég. Mai életünkben nem kell fegyvert fognunk, nem kell küzdelmet folytatni idegen elnyomó hatalmakkal, de példa lehet az a sodró lendület, amellyel ezek a fiatalok mozgósítani tudták az egész országot egy közös cél érdekében. Az eseményeket mindig Budapestről idézzük. A híradások is leginkább arról szóltak. Ma már nyilvános, hogy vidéken ugyanúgy végig söpört a forradalom. A szegedi indulás után az első sortűz is vidéken, Debrecenben dördült el. A legtöbb helyen a jobbító, haladó, közös akarat nyugodtan és békésen, közös döntésekkel demokratikusan próbálta átvezetni az embereket egy igazságosabb rendszerbe. Az információ áramlásra nem álltak rendelkezésre modern eszközök, hanem emberek útján terjedt a hír, akik vonaton, teherautókon utazva terjesztették. Ennek köszönhetően október 26-ára már szinte mindenhol válaszlépéseket tettek a budapesti eseményekre. Encsen is megalakult a munkástanács. A szervezésben még a volt pártagok is részt vettek. Nem volt verekedés, nem volt erőszak, minden ment a maga útján tovább. Sajnos azonban a szovjet hatalom nem engedte ki Magyarországot a karmai közül. A régi vezetők nem akartak megválni hatalmuktól. Egy őszinte,
jó akaratú, tiszta forradalmat és nemes szabadságharcot folytott vérbe a megszálló szovjet hatalom. A cél továbbra is az volt, hogy ránk erőszakolja a tőlünk idegen, embertelen és értelmetlen, hazugságra épülő totalitárius rendszerét, hatalmaskodott egy nemes nemzeten, hogy pozícióit a magyarság pusztítása árán is megőrizze. Erőszakosan, egyenlőtlen harcban gyorsan véget vetettek az ellenállásnak Budapesten, még vidéken sokáig nehezen szilárdították meg hatalmukat, ismertették el a Kádár kormányt. A felelősségre vonások kegyetlenek voltak. Encsen 1957. februárjában többek között leváltották és letartóztatták Zahoránszky László iskolaigazgatót, Görgényi Artúr és Kuruc András tanítókat, Ferenc Antal állatorvost. Mi volt a bűnük? Fegyveresen harcoltak a rendszer ellen? Bántalmazták az embereket? Gyilkoltak? Nem. Egyszerűen szervezték az életet a településen, próbálták a rendet, a törvényességet biztosítani tekintélyük felhasználásával. Bennünket azonban 1956 évfordulója arra kötelez, hogy méltóképpen emlékezzünk szabadságharcosainkra. Mi lehet az öröksége számunkra? A nagy tettek akkor valósulnak meg, ha az emberek összefognak. A világban, az országban, városunkban. Mire mentek volna az egyetemisták, ha a tömeg nem áll melléjük? Nem támogatják őket az emberek, legyenek azok munkások, parasztok, értelmiségiek, tanulók. De vajon elindult volna-e a változás a fiatalok bátor, kritikus, haladó, progresszív kiállása nélkül? Ezért kell Encsnek is megbecsülnie, megtartania a tetrekész, újítani, jobbítani akaró fiatalokat. Teret adni nekik, törekedni arra, hogy megtalálják a városban a számításaikat. Másik nagy tanulság az összefogás. Enélkül nem tudjuk megvalósítani a terveinket. A járvány sok mindenre megtanított minket. Kell, hogy számíthassunk egymásra, hogy gondoskodjunk egymásról. El kell kezdenünk átértékelni, átgondolni életünket. Bár most nem volt forradalom, de traumát szenvedtünk, megrázkódtatásokon mentünk keresztül, veszteségeket éltünk át, próbára tett minket az elmúlt időszak. Őszintén hiszem, hogy Encs városának lakói támogatólag állnak egy jó kezdeményezés mellé. A kritikáikban a jobbító akarat játszik szerepet, és felvedezik a jó szándékot a városvezetés terveiben. Jelenleg nagy odafigyeléssel tervezzük az adventi időszak rendezvénysorozatát, hogy lehetőséget adjunk a találkozásokra, a vidámságra, töltsük meg élettel a Millenniumi Parkot, ahová mindenkit nagy szeretettel várunk. Ma azonban ünnepeljünk, és tartsuk szem előtt, ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Köszönöm. Köszönetet mondunk Major Éva képviselőasszony ünnepi szavaiért. Kérem, tekintsék meg az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium diákjainak zenés-irodalmi műsorát Zsák Anikó, Bialkóné Horváth Krisztina és Varga József rendezésében. Kedves vendégeink! A következő percekben az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára emlékezünk. Irodalmi színpadunk és énekkarunk Segítsetek, segítsetek című előadását tekinthetjük meg, amelynek középpontjába ezúttal Szelecki Zita színművésznő megrendítő szózatát állítottuk, amely 1956. november 14-én hangzott el a Buenos Aires-i rádióban. Szelecki Zita a két világháború közötti korszak egyik legnagyobb, legnépszerűbb művésze volt, a Nemzeti Színház rendes tagja, számos híres film főszereplője. 1945-ben politikai okokból volt kénytelen elhagyni hazáját, távollétében a népbíróság el is ítélte. Az emigrációban tündöklő csillagként hordozta a megmaradás fontosságának és az összetartás erejének zászlaját. Olaszországban, majd Argentínában élt, ahol megalapította az argentinai Magyar Nemzeti Színházat. 1962-ben az Egyesült Államokba költözött, ahol a magyarok által is lakott városokat utazta körbe önálló műsoraival. 1998-ban költözött haza Magyarországra, 1999. júliusában hunyt el. Végakarata szerint szülőfalujában, Nekézsenyben helyezték örök nyugalomra. 1956-os szózata megdöbbentő erejű, ma is megállja a helyét, minden sora érvényes. Rendíthetetlen hazaszeretete ma is példa lehet mindannyiunk számára.
Kérjük, fogadják sok szeretettel a kort megidéző műsorunkat. Hát elmúlt ez a nyár is, újra ősz van már. Hulló levélen csillan a bágyott napsugár. A hinta halkan villan, és a játék véget ér. Csak egy régi-régi dalt sodor felé az őszi szél. Hát letettük végül a fegybe, beláttuk, nem nyerhetünk. Az idő eddig velünk volt, de most már ellenünk. Madarak húznak délre, de mi már nem megyünk. Se nyugatra, se más vidékre már. Nekünk itt volt helyünk. Mint 3 hete küzd már az én drága hazám, Magyarország, egy brutális ellenség az orosz megszállók ellen. Egy fegyvertelen kis nép a Szovjetunió óriási katonai ereje ellen. A magyar zászló ma a szabadság jelképe a világ összes népe számára. Ez alatt a hosszú, 22 nap alatt hányszor jött már a híradás, hogy a magyar honfiak ellenállását elfojtották. Soha nem volt igaz, ma sem az. Magyarország folytatja kétségbe esett küzdelmét, mert nem akar és nem tud tovább élni az orosz megszállás, a kommunista kormány és annak titkos rendőrsége által rákényszerített embertelen életformák között. Az életből csak ennyi fény maradt. Csillagos ég, tenyérni napsugár. Ezt látunk nap-nap, homályosan a töregéből esténként, délután. És elvették ezt is, a tenyérni napot. Bebárdugoztak minden napokon. Ágyú szemekkel kéktengerét látom Nápolynak, s mélyű partjai felett még vár a Vezúv, Tipár és a tájon barnára lesült boldog emberek. Bevádolgoztak minden ablakot. Tizen fekszünk egy furrasztó szűk lyukba, a szán kaphagyja be a levegőt, mint halka vetett harapó fortyúja, tátogunk némán, s érzett, nincs erőt, szívni az étel sűrűdik szagot, bevádolgoztak minden ablakot. Az alpeseknek fenyves illatából még csokrot küld a hűs nyugati szél, és lelket öblít fenn a tiszta távol, s mosolygó hegyek hószaga kísér. Itt tegnap társam tüdőbajt kapott. Bebádogoztak minden ablakot. Csendet hasít a sétahajó kürtje. A falon sikló leánykacagás nem visszhangzik már zengőn a fülünkbe. S az ezer sípú nyár nem orgonáz. Süket a cellánk. Minden hang halott. Bebádogoztak minden ablakot. Lóna kertje incitálva egy barna asszony meleg hangja búg, és alkonyatba pendül a gitárja, hol táncolóktól tarka még az út, s fülünkbe folynak az almos napok, bebádogoznak minden ablakot. Tapintanánk a básnyos egekbe, újunk hegyéből kisárken a vér. Mint koporsóba be vagyunk szegezve, csak darót szúr, vagy poloska, ha ér. Simogatnánk a sugaras napot, s bebádogoztak minden ablakot. Mi van termésítőzősök saját ölletődött leállnak? Hú, a hajunknak hangossága ízlik lágyunk rökömpítős hajnalának. Nyugat tántor, tám végképp eladok, s bevállogottak minden ablakot. Nyelvünket most a friss tagadtamatja. Most nyögve nyerik hirtos forgét az alvadó ülnek, hol minden falatra ír meg gyógyomlott felfordulni. De lenyelik a végség falatot, s bevállogottak minden ablakot. Az éjség marmatást minket eltámogathatja jól, és ingyen cételek készít kínáljuk bár is. Szinte látom, hogy húzik el a neon fény felett a némadék, és nem lesz több hajnal. Bevádolgoznak minden adatot. A rádió csak különbségre ketten a szabadságot, és az ember jogát. Itt érzi csak befalazott testem a milliókkal, Moszkva ostorát. S vásztok, mert mindig zúgják a napok, ha nem vigyáztok, az egész világban.
bevádolgoztak minden abban. A nemzeti felkelés elnyomásáról szóló hírekkel a nyugatot, és az Egyesült Nemzeteket akarják meggyőzni arról, hogy a magyar nép ügye elveszett, számára a külföldi katonai segítség feleslegessé vált. A magyarság pedig ez alatt várja, szívszakadva várja a szabad népek segítségét. Figyelem, figyelem! Kedves hallgatóim! A Magyar Írók Szövetségének felhívását hallják. Itt a Magyar Írók Szövetsége. A világ minden írójához, tudósához, minden írószövetséghez, akadémiához, tudományos egyesüléshez. A szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az időnk, a tényeket ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon, segítsetek a magyar népen, segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon. Segítsetek, segítsetek, segítsetek! Kétségbe esett üzeneteik eljutnak hozzánk. Segítsetek! Segítsetek! Küldjetek muníciót! Küldjetek muníciót! Már nem bírjuk tovább! Már nem bírjuk tovább! Asszonyaink, gyermekeink harcolnak már! Asszonyaink, gyermekeink harcolnak már! Segítsetek! Segítsetek! SOS! 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 A lelkesedéstől forró októberi napokat jéghideg lánctalpak és a világ még annál is hidegebb közönye termesztette meg. Az utcákat forradalmi tömegek helyett rom, törmelék és halottak borította. Amit láttam, iszonyat volt. Az akkor unott egykedvűséggel klórozott, csecsemő nagyságúra égett orosz katonák végig. Végig a hídig. Nem a csatamezőn. Itt, a körúton, a macskaköveken. A járdákon magyar hullák. Lakosok. Vízért indultak talán, vagy csak kinéztek kíváncsian, nem tudhatom. A halottak látványán. Fekszenek a járda szélen, kapualjakban, lögött villamoskocsikban. Felháborító csak annyi bennük, mint ha még élnének, és csak rálegyintettek volna az egészre. Ne? Nekem már mindegy. Fekszenek aktatáskával az oldalukon, bevásárló szatyorra, túl nagy a nyugalmuk a rozsdaszínűről esősre forduló őzben. Nem védi már őket sem az újságpapír, sem a nemzeti színű zászló leple. Fáznak, tudom, ezért zavar a nyugalmuk. Huszonkét napja egyfolytában hull a magyar vér, ömlik olyan áradásban, hogy azt innen el sem tudjuk képzelni. Akik a harcban nem estek el, elpusztulnak a vesztőhelyen. Kádár törvényszékeket állít fel, melyek tanuk nélkül titkos üléseken ítélik el a felkelőket, és az ítéletet azonnal végrehajtják. És ki az, aki nem kelt fel ma Magyarországon a kommunisták ellen? Hiszen éppen ez volt olyan szép és csodálatos, hogy az egész nemzet egységesen harcolt, hogy egyek voltak mind halálig. Munkások, középosztály, bányászok és nemesség, férfiak, asszonyok, gyerekek. Egy egész ország hihetetlen erőfeszítéssel és hősiességgel, halálával tett bizonyosságot a kommunizmus embertelenségéről az egész világ előtt. Ilyen elvekkel és eszközökkel ki fogják írtani az egész magyar népet. A magyar kérdés vagonkérdés. Mondta Sztálin, s ha a világ nem lép közbe, egész nemzetünket elhurcolják Oroszországba, ahol borzalmas körülmények között éheztetve dolgoztatják őket halálra. Tompa, nehéz dobajú léptek. Kábult mély álom karjéból kitéptek. Hanyan négyet jelez az óra foszforos mutatója, kutyák hangját orjad a környék. Az ágyon felkönyökölve figyelek. Némán mohóját tekintetem körbe. Alszik feleségem, csak két kicsi gyerek. Az udvaron zajok és dobajok. Várom,
Mikor dobban a lépcső? Mikor koppan az ajtó? Menekülni! Késő. Tompa, nehéz dobajú léptek, kábult, mély álom karjéból kitéptek. Az udvaron zajok és dobajok. Dobban a lépcső. Koppan az ajtó. Menekülni! Késő. Menekülni! Késő! Várok, mint utca forgatagában a vak. Beteg szívem nyugodt, kint folytott szavak. Lágy meleg csend ül a tájra. Na feküdj le, aludj! Talán majd holnap jönnek érted. Talán majd holnap jönnek érted. Minden magyar család siratja meghalt szeretteit. Küszöbön a kemény tél, a nép 12 év óta rosszul táplált, ruhátlan, a küzdelem, kivégzések, éhezés, fázás, elhurcolások, kínzások, félelem, reménytelenség, és az a keserves csalódás, hogy mielőtt ők az egész világért harcolnak, az állig felfegyverzett, szabad népek segítség nélkül hagyják őket kiirtani, elpusztulni. Egy nemzet, mely a maga életáldozatával mutatja meg a világnak, hogy mit jelent a kommunista paradicsom a gyakorlatban. Sortüzek döreje szédít, szívszakad és vakolat. Gyászszallagok közt az édes már megint sírva fakad. Sortüzek döreje szédít, szívszakad és vakolat. Gyászszallagok közt az édes már megint sírva fakad. Fél a fű, a pézna füst is ilyetten legöndörül. Félelem dobog a házban, a tájban, körös körül. Fél a fű, a véznafüst is ilyetten legöndörül. Félelem dobog a házban, a tájban, körös körül. Fekete bársony koloncok, örvényét heti az ég. Pali rúg a szorú fölöttem, rajtam hideg beríték. Fekete bársonykoloncok örvényét veti az ég. Varjú koszorú fölöttem, rajtam hideg veríték. Hey! De a szívemet örökre itt hagyom.
örökre itt hagyom. Nagy volt a zaj a pályaudvaron, s mintha már ott állt volna rég, és mint egy film, egy régi film, oly ismerősnek tűnt a kép. A világ valamennyi asszonya. Most itt a pillanat, hogy megmentsük Magyarországot. Magyar asszony vagyok. Nem bírom, nem tudom kimondani azt a szót, hogy minden elveszett. Én nem temetem el népemet. Mikor a férfiak azt mondják, hogy elérkezett a vég, akkor nekünk, nőknek kell erősnek lennünk és elkezdenünk a küzdelmet. Asszonyok, segítsetek nekünk! Világ asszonyai, segítsetek megmenteni Magyarországot! Magyarország soha nem fogja elfelejteni segítségeteket. Menj fel az angyal, menj szépre, az üszkös vagyok Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillag a karácsony, nincsen aranyhió a fákon, nincs más, csak fagy, vidergős, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértjük. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél őt a csodáról. Csattogta szaporán a szárnyad, repülj, suhog, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejem papír zizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, ne beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes ében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok es soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fám, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven lökte. A farizeus, ki eladta, aki háromszor meghallotta. Vele mártott kezet a tálba, 30 000 pénzért kínálta. És amit gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét írta. Most áll és bánul a sok ember, de szólni hozzá senki nem lehet. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösire kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. Bátorságot. Az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Miért nem várt a csendben a végét? Miért? Hogy megkasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamár, s a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Ahogy minden véget ér, a szép tavasz s az ősz is, és nem lesz ők a tél, mert lesz még egyszer új tavasz, már lehet, hogy nélkülünk, mert mire az új tavasz majd eljön, már ki tudja, hol leszünk. Annyi éven át vártuk, hogy jön majd egy nagy szerelem, és szívünkben nem lesz többé ez a szorongó félelem. Kinyílik majd nekünk is az a távoli szabad világ, és kidobható lesz végre már ez a sok színét vesztett, elszárt virág. Köszönjük az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium pedagógusainak és diákjainak az ünnepi műsort, és önöknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. A megemlékezés zárásaként kérem, hallgassuk meg a szózatot.